baj. Huszos. Hozok dolgozt, mert hogy fékcsövet csinálunk. Amúgy. Ta. Csinálsz. Ta. Csináltál. Most csak rá gyújtok. És akkor te vagy egy pumpálóid. Aztán mivel ilyen cliffhanger-t hagytunk, amúgyból be kell indítani. Hát, ez van. Addig jutottunk. Kész. Ennyi. De majd most itt van Emil, meg itt van Dani, és anti-anomália system lesz. Anti-antilop. Anti-antilop? Igen. Ez lesz. Tessék. Ja, ez nem olyan, amit mi néztünk, Emil. Nem. Ez sokkal kisebb volt. Szét is tölteti igazából, mert... Na? Na, egy ilyen ugrás a pedálba. Are you Trutzk Driver? Uh-huh. Azt a hét második felében meg is lehet programozni. Mi, Emil? Jó. Jó idő van. Jó idő? Most is jó idő van, ja. Csak attól függ, hogy... Igen. Az, hogy itt nem tudunk programozni, pedig jó. Itt most jó idő van. Aha, bukod. Egy fél pillanat és már pumpát gabózhatsz is. Trükkidő jó, bele kéne nagyítani, hogy ijedjenek meg! Ha? Ezt is meg kell kinkázni. Én gyerelem, nincs túl sok speeding lap. Ja, hogy itt el van rovadva a lemez. Aha. Ő izé. Nem ijedsz meg? Little bit rusty. Au. Jön a juice. The juice. Pumping. We have bubbles. Pedal feeling is better. Brake system is done. És mit próbálsz megkeresni? Seku. 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 Ja, érzi, hogy nyitod az ajtó, és... Uh-huh. Próbálj. Ha valahogy be tudnék fordulni, ez kényelmesebb is. Az a baj, jött ez a rohadt motor. Kényelmes nekem így, ez így sokkal jobb. Aha, látom. Amúgy tényleg jobb, lehet rosszabbul néz ki, de kényelmesebb. Egybe jön ki az egész kócerály fosgeti. Oké. Ezt fűzzük le. Na, meg is találtam. Tényleg képesek voltak ilyen buzán. Az a furcsa, hogy alulról nem láttuk. Na, ott a pedálsor, meg minden szar. Az! Úgy összetörném. Hát gyerünk. Szerintem úgy történt, hogy a kis japán, mikor tervezte az autót, pont van egy mit a legszarabb kivenni? Á, azt ott! Rakjuk oda. Ilyet rakjak erre. Itt van egy nagyon jó kanyar. Még ez ráadásul ehhez pont méret ez. Uh-huh. Perfect size. Igen. Én nem tudom, ha itt jó neked. Mondjuk. Aha. Little bit tojás. We are outselling the things. Hát ott már ez is el van. Furnyulva. Ezt most itt, ezt meg kell néznem, hogy ez jó elmenetügyileg. Oksa. Nem érted. Próbálom. Amikor majd ürítjük, akkor fogom kivenni. Gyere, nyomd le. Van jó? Azt van, lekutterolom, azt ott elkutterolom, ezt elkutterolom, összetiknyózom, hol van a, hol van? Itt van, az itt van, azt ott kiputyinázom, azt ott ráputyinázom.
ha lesz egy ilyen szűk része, de itt meg 70, pont jó lesz a hang miatt, ugye? Megfogja a hangot. Lehet. Hát azért ez mozog elegen. Így, és akkor ott kifordítjuk a végén a csőt, és akkor... Vidapicsába. Vagy itt most már minden kurva forró, baszni. És very waiting-eljük a cooler pipes from... Pepe Racing. Csak így fordul ványozni. Hát egy 45 fok elég neki. Úgy kéne, hogy akkor nem kerek lesz, hanem egy picit el is kéne lapítsuk, ugye? Aha. Nem lehet valami más megoldás a kipufogónak, amíg nem dynóztuk le? Mert? Pont ráfogja baszni a dynóra minden. Lefordítom, az jó nektek? Ja, berakunk rá a lemezt. Levágom kb. Ott, ahol jó, és csak annyit csinálok, hogy lefordítom, pötty-pötty. Na, ez így lesz majd. Mondom még egyszer, majd. De most... És mindezt azért... És akkor így, igen, hogy a padot tudjuk csinálni a padolást. Akkor viszont ez most csak föl lesz ide kötegelőzve. Kérti szalaggal azt viszontlátás. Kérti szalaggal? Hát, hogy ne olvadjon el. Ezt így tudom kivitelezni ideiglenesen. Dino setup. Dám, ta-da-da-dám, ta-da-da-dám. Kész vagyunk. Egyszerűbb. Rajta van. Kap áram is, Tani? Ha, mértem, de megmérhetjük. Megmond magas, magas vagy? Megbaszott, szóval biztos van ott valami áram. Nem volt a szabályozzal, meg miért? Ja. Ennyi volt. Megeszi az ujjamat. De ez egy kurva hang. Büdös. Nem folyt semmi? Nem láttam most semmit. Na itt testerem, nézd ki szépen. Van test ott. És nézzük meg ezzel. Aha. Fogod így. Van arra. Te megrázott engem is. Igen. Na, működik pedig. Vagy szarott a vagy test. Vagy szarott a test. De a motorhoz testeljük. Add ide. Úgy. Add anyád. Mondtam. Na picsába. Nem 12 volt, mert van szolenoid. Igen. Supply back. Jó. Nem játszunk veletek. Genyók vagytok. Mit van? Fúj a turbó. Jó hangja van. Ja. Amúgy csöndes. Aha. Egy darab rohadt kipufogódó. Kikevenem a lámpát, megmutatom. Van egy lemez, ami útban van. Pár jól irányzott kalapács ütéssel megpróbálom a helyre tuszkolni, mert a cooler már benne van, mint lássátok a szemetekvel. Van is. Egy határozott vágással arra úgy meg, és akkor azt úgy el, azt úgy el, és akkor pont ki fog férni. Mert ott van úgy lett, hogy ezt a titten elkutolom, egy egyenessel le, vissza, föl, és akkor ja. Nagyon jó, megmondtam, nem? Csak a szokásos. Működik a szervó, meg minden. Sebességbe raktad meg?
Raktam, csak akkor nem járt a motor. Ha? Igen, az úgy sok információt nem ad. Egyből azt ott csinálja meg helyt. Jó. Te vagy egy elhúzása ennek. Megütöd a kezem. Nem akarom. Nem akarok fájdalmat okozni neked. Aha. Ezt fog a kezedre baszni. Nagyon félek. Aha. De jó. Ez így király. Az pedig szerintem a... Nyom. Elvágjuk. Nyom. Nem mindig sikerült ez a telkapi. Persze, mert rád figyeltem, bassz meg. Látod? Uh-huh. Szerintem valami megcsinál. The choose from BPD szín. Na-na-na-na! Oda megyünk és kutterbágerolunk. Karbidlapos. Hát tudod, és már próbáltuk alumíniumhoz. Uh-huh. Very nice. Így jön-e. A pontos, precíz vágás ismérve, hogy normális szertámmal dolgoltál. Ide közé fogok tenni egy darab csőt, és ez már így megfelelő irányban fog dologolni. Hát ez... Ja. Aha, azt ott meg kell üssön. Aha. Ó, és beállítottam az elejét, kivettem a rogyás belül, ami benne volt, geci. Láttad? Pont levágom belőle a két putyinát, hossz cső. Nagyon jó szerszám, egyre jobban tetszik. Nagyon felszínem. Mert te zabálsz, amíg én szétdolgozom az agyamat, te geci! Valakinek enni is kell, te basszok! Rájunk a mérlegre? Á? Nem csinálni, azt meghegeztem, utána fúrok menetelek, azt is fölhegeztem, utána fúrom ki. Belerakjuk, amit ott találsz a sárhoz. Ja, ez? Láttam már, nem, azt hittem, hogy használt. Ezért lepődtem meg. Hogy nem a kukából szedtem ki? Igen. Vagy a szemétből szedjük, vagy az én ládámból. Vagy mi a faszomból. Nem? Oké. Alulról vasatónak kell lenni a tiád feliratnak. De egyébként jók ezek a Chinese, tehát ezt merem ajánlani. Uh-huh. Ezt szerintem Geri is meri ajánlani. Elhiszük, hogy jó. Ja. Jó is lehet akár. Szerintem kábelkötegelő fogja összetartani a két csövet. Alá, 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 li, alá, alá. Na, tetszik? Szerintem tök jó. Ez nem, a... szilikon csővel toldott, fódott, gecifos, szarfos. Akkor, other side. Azt kéne csinálnunk, hogy... Hogy?
ez itt elfér, ezt a bilincset maximum el kell fordítani. Szívó oldal lesz a izé, mert itt a légszűrő nem fogott elférni, úgy ahogy én gondoltam. Vagy lefele fordítom, amit nem annyira szeretnék egyébként, az annyiból lehetne jó, hogy elfér. És majd utána menjünk alá, és elmondod, hogy mi történt itt tegnap. Tiszta a tápimákizás volt, kérlek szépen. Igen, én videócseten keresztül élvezhettem a dolgokat. Mikor is? Éjjel három? 3:43. Muszáj volt bemutatnom neked ezeket a cselekedeteket, melyeket elkövettem ez ellen a szemét ellen. Mert hogy megyünk padolni, ugye? Mindjárt. Veripogranulás lesz. Ez szerintem mennyire elreszt? Tudjuk egy kicsit. Történtek happeningek. Dezsővel itt nagyon beleálltunk a sztoriba, és olyat tákimákiztunk, hogy itt a kislantól. Oda nézünk, vásároltam egy leeresztő gyerekaszt. Az igen. Azért értem. Van pénz lóvéra. Rengeteget nyeszeteltem ezzel az eszközzel. Aha. Ja, látom a maradékokat. Oda nézz, ilyenek, olyanok. Hát imádom, mindig vágni akarok. Mert jön mindjárt Tóni. Igen, azt ígérte, hogy hoz dolgokat. Mindjárt jön a Tóni, és... El is újságolom neki, hogy milyen remek ezzel a szerkezetben nyeszetelni az alucsöveket. Ez nagyon megy most nekem. Figyelj, ilyen dolgokat tud most már bikakábel nélkül. Nem lehömbölgött a lámpa. Van egy dead limit. Ja. Megtekinthetett a remek szerkezet... elemeit? Fenekét! Figyelj, mivel is kezdjem, oda rá tákimákiztam a dologzt, oda úgy nagyon tákimáki. Itt ajánlom figyelmedbe ezt a ferdehegesztést. Ugyanis, amik... Ó, hát oda valahogy fölülről kéne ezt megtekítsd, ezt a remek áramlástani csodát. Hát az egy áramlástani csoda, ott szögben kellett vágnom, és a maradékok pont kiadták így, és hát ugye ez nagyon hömbölgött, és ezt egy csodálatos állítható előfeszítésű, igen. Oda, igen, és hogy ne hömbölögjön a maradék hirti szalagból oda, tákimákiztunk egy pingzet. Aha. Remek, nem? Hát ez csodálatos lett. Ugye? Ugye, itt van olyan dolog, hogy tudod, van egy ilyen kondi. Ez nem kell, ugye? Na, ezeket én így össze kábel kötegelőzném is feltekelném. Jó. Nézd, össze kábel kötegelőztem. Egész jó megoldás ez is. Ez meg egy level szender. Ami nincs benne. Ilyet ide tettem, hogy ne. Ez meg fogalmam sincs, hogy mi. Tényleg nem tudom. Fölkötözzük így. Ja, és az olajnyomás lámpa nem működik valamiért. Pontosabban működik, az a baj. Ja, hogy állandóan világít. Már de pedig olajnyomás van. Is. Tehát, és nem gondolnám, igen. Hogy a gombóid a szar. Nem, mert ha lehúzod, akkor kéne, hogy aludjon. Tehát olajnyomás van, mert a lehúztad, és úgyis égett. A vezeték valahol testet szerez. Aha. Fölvesszük. Mi? Ez is, hogy nem egy ilyen. Aha, látom, látom, igen. Zsolti egyből az ALS-t kezdi elnyomkodni, mi mást? Hogy cisszen. Jó, mi? Elég akas. Szerkezett, mert kevesen recsett. Ne kezd el, mert akkor folytatja, ne. Már ez van reggel óta, senki nem aludva, az meg normálisan. Te gyerek, miket szetteld? Ez mit favágó? Miért nem favágó? Oda van írva. Anyád, geci! Alamennemum. Nagyon durvá jó viszi egyébként a izét, a favágó is. És rájöttem, hogy miért. Mert nem ezt meg kisipoljuk. Na miért? Jó, hogy jöttél már, mész? Na miért? Mit miért? Hát azért, mert a jó karbidlapok nyeszetelik az alumínium lemezeket, meg csöveket. Tekert le, csöveket. Igen? Ha. Elvileg szebbet vág a sűrű fogas, igaz? Igen, és az inoxot, hogyha vágsz, akkor inkább a sűrű fogút vegyed fel. Ide. Tele álljak én is fogva. Látom. Azóta jó. Nyeszetelhetem a kipufogó csöveket. Tóni nem bevő van rá erre már. De. Teljesen megmentem. Ez az, gyerekek. Látod, oda miért? Nagyon használatba vettem. Rengeteg szemetet termelt. Szerintem megelégedve valami, nem tudom. Ez kell, szerintem. Nem, de? Mi viszek? Közben megtaláltam itt a aktuátor áthegesztést. Nagyon jó lett, szerintem. Üreg!
türelmetlenkedjél! Kicsit gunkosabb mondani, hogy késten, de sietnék. Nagyon jól áll. Háborús útok a területre, Jugoszláviába. Természetesen, mert kell kerék a Serena Gomezre. És egy nagyon furcsa problémába ütközünk a felni szélesség és egyéb. Igen, mert amúgy nagyon pacek lenne, ha ilyen igazán terpesztős genyó lenne. Furcsán nyílik a hátulsó ajtó, ugye gyakorlatilag az lesz a határolója a dolgoknak. Ilyen célzottan megyünk Jugoszláviába, ahonnan megyünk a Habdajnó Budapesthez és Emil kezelésbe veszi a kis dolgokat, úgyhogy kiderül, milyen Dezsőnek a setupja, szerint egyébként tök szar. És azt mondja, reméljük nem 8000-nél tölt be, hogy ezt fogjuk mostan kivitelezni a jugoszláv pistájéknál. Biztos kitér majd arra is, hogy mikor állok neki a 2-3-as setupját összerakni. Olyan kibaszott népszerű lettem, hogy egyszerűen nem tudok 100 felé szakadni. Ti is szoktatok írogatni, hogy karosszérielakatolást vállalok-e? Nem. Mondj, ezt tedd bele, nem vállalok karosszérielakatolást, azért nem, mert nincs időm semmire. A hajnal 4-ig vagyunk, és már nagyon fáradt vagyok, és most már szeretnék pihenni. Ma már Greinbachba vagyunk, csak szólok. Hát ez egy teljesen, nem is az, hogy érzéki csalódás, ami most vagyok. Mivel ilyen nagyon jó fejek vagytok, hogy mindenki érdeklődik, hogy a junk fogom megvan-e még, ünnepélyesen bejelentem, hogy nincs meg. Ja, hát jön majd a átadás átvétel. Nem mondjuk el, hogy kinek, hova, miért. Nem lesz messze. Nem lesz messze, az autó bérelhető lesz, lesz rá support. Nagyon, én azt gondolom, hogy egy gondos gazdája lesz. Respektálni fogja. De szép, annyira fúj, de frappás voltál, az meg. Tisztelni fogja ezt az egész munkásságot, és szóval érted minden. És nem utolsó sorban mondjuk azt, hogy nekünk akart segíteni, vagy rajtunk akart segíteni azzal, hogy az autót megvásárolta, illetve rajtatok is, hogy hozzátok is könnyebben eljusson a... Igen, mert sokan kérdezték állandóan, hogy lehet-e bérelni, menni vele, mit, most majd lehet. Hozzá kell tegyem, én azt gondolom, hogy ez így azért így nagyon kis jó lesz. Gabesz itt van, már szerintem marhára izgul, hogy mi az Isten van, úgyhogy szálljunk ki és menjünk oda. Szia Pista! Gyere már kivel, jött a deal! Rácsok mögött van Pista. Mi vagyunk a dílek? Kati! Szia uram! 16 incs kell nekünk. Nem egy gyakori méret. Figyelj! És itt a határoló méret. Hát ide le lehet vágni, és akkor... Szerinted? 16. Ezen a héten még nem volt Serena felni próbánk, tehát... Gurulj előrébb, legurítjuk. Hogy megmondtuk. Miért? Mert késtél azért! Szarom a kamerát! Nem érdekel, mert késtél! Nem hisz tízzel előrébb állsz? Vedünk igényeit szolgáljuk ki, hogyha valaki ide jön és azt mondja, hogy neki 17-9 kell egy golfra, akkor egy darabig próbáljuk ellenkezni, aztán hogyha... Ha mégis, akkor az van. Azt mondja, hogy neki az kell, akkor az lesz rajta. Tök jó hangja lett egyébként. Igen? Dobba. Mindjárt Zsolti, be is indítsa a Zsolti, és akkor meghallod. Nem lett hangos. Cső! Ó, milyen szép fakom emelője van, figyeld már! Mondanám, hogy nagyon szívesen leveszem, de azzal nem tehetem. Gabe stresszel, egy kicsit elkésett. 11:30-re ott vagyok. Mit tudod? Aha. Ugye, hogy azt mondta? Azt mondtam. Mondtam neki reggel, most nem fogok odaérni a Zsoltán. De? Odaérünk. Van egy ilyen székezeket. Na nem dílelsz. Azt egyet az asszonynak, ameddig itt felni próbál. Jót állok ma már. Neki kéri, te hülye, saját magának, hát... És tényleg kigugázom magadnak egy széket? Nem önzetlen szándékból bontottam. Hát, gondoltam, hogy nem maga beszélt. Csak reklám, látod? Rekláma. Nekem mi nincs? Tessék, Bianca. Ülj, állj föl!
Igen, az a nagy alap, hogy milyen irányba induljunk el. Én nem tudom, első ilyen hármat gondoltam rá. Az is menő egyébként. Csak az nincs ötösbe. Na. Ugye? Kilenc? Van olyan felnitek, amiben a dollár így elforog, tudod? Spindeles felnit. 15 az kicsi, az biztos. Forma milyen? Bátran. Hülye vagy, ez még, ez milyen LT? Csuk be, légy szíves. 35, ez még LT 25-tel patika is lenne. Ne is menjünk tovább szerintem. Egyébként maradhat ez az LT melegfőjebb, akkor pogáccsal, ha nagyon kell. Hát igen, ne felejtsd el, hogy a szélesség meg az LT az össze. Persze, tudom. Ugye, hogy ez nem 825? Ez nem 825. Ja, ja. Oh. Aha. Igen, ez a Hyperblex nagyon gyönyörű. És mellé a dekorral mindennel együtt ez azért így jó. És nem tök fekete, mit? Ugye? Haladjunk meg. 20-as pogi előre, hátra is megjöttünk. Ja, pont annyi. Azt akarom, nem, előre pogival. Hátra, ja, hátra úgy is tudjuk, igen. Viszont veri kakasul néz ki, ja. Egyébként. Figyelj, egy érintőt, hogy ne kelljen tartanom, jó? Ez nagyon rúgszter. Igen, jól néz ki. Mennyi a kormányszög? Aha. Ezt nagyon nem kell szétvagdalnom itt a dolgokat hozzá szerintem. Hát, a jó Istennek. Megvettük. Szerintem igen. Ez Very Snake. Aha. Olyan csodálatosan cillog, barátom, csak az a baj 12-szer mász. Hát akkor nézd, hogy csoda legyen. Igen. Neokróm! Uh-huh. Csillámfaszlámás. Van vele hosszabb is, hogyha hosszúra vágysz. Milyen vagy, ez nagyon jó. $14,990 és kapható hírvész.hu-nál is a leccások.eu. A tükörben ezt elmondtam, hát várjál, nehezebb. Vessünk könnyes búcsot a... Vagy a zsepit. Fenn, akkor mindenki vásároljon nálad ilyen fennék is. És minimum 3 darab 525-ös Wabrót rakasson be a GTR-ébe, akkor már biztos lesz 1500 euró. Hát így kell. Kerti szivattyú mennyiség, mi? Igen, hát számolgatok, elég hamar ki tud gyűjteni a tankot, ha kell neki. Tisztán, köszönjük szépen! Jövünk. Köszi. Szép halk lett az autó, most már szép lábakon áll. Mi kell még tőle, hogy még jobb legyen? Berakjuk egy GTR motort. Fú, de beteg lenne valsz meg. Egy az egyben hajtásos, túl lehet pont kihagnánk, ezt nem kell kardán. Az milyen menő lenne. Rácsavarozzuk a izit diffire. Egy hamburgerrel később. Hello. Miközben gurulunk, te kábelezel, amire odaérünk készen. Kérlek, Dezső, foglalj helyet az idéglenes. Anyád. ALS? Ez pedig mit tudom én? Nem tudom. Duda. Az van? Igen, ismerjük már. Dani egy 16-szor kipróbálta valamelyik nap. Csak úgy nyitóba. Apadas. Szó szerint. Az övet, azt ne kösd be. Nem baj, dekoros lesz. Nem számít. Nagyon vicces. Tényleg. Opa. Ó, tényleg. Halacskák. Haluci. A ragnalma benne, a mi van? Nem tudjuk, teszünk bele valamit. Gyere, Emi! Technológia csúcsát nézd meg. Először is, új aksi. Igen? Vigyázzál. Ez szerintem maga az áramlástan csúcsa. Milyen, hogy ezt a tárkinál kis tudták? És?
Figyeljem, mi csinál a levegő ott? Szűrő? Aha, igen, centrifugális szűrő. Csak szólok, hogy nincs elég szűrő. Lánc? Lánc, az se rossz ötlet. Hirtiszalag. Hirtiszalag, mindenhova. Tök jó ez a budi ajtó hang itt konstansan. Van benne kakadó. Lehet, hogy kipróbáljuk a végén. Még is tudtam, hogy mondtam, hogy ez lesz. Jó kis lángfogó pont az éjszakadhoz. Ez most tudod miért ez jó lángfogó? Mert pont a diffit melegíti. És 300 VHP, meg egy... 350. Nem kell. Nem kell. Egyrészt nem fogja kiadni, szerintem. Meg nem is kell. Meg egy 370-80 Nm. Az nem lesz olyan jó. Áll az első kerékám, csak mondom. Hozom a kéziféket. Vicces lesz. Még egyet a jobb első kerékám. Borzasztó. Olyan téglát majd a turbó.
tartása? Jégtartás van. Semmilyen tartás nincs, és nem hideg amúgy. Most te fogsz küzdeni az életedért, rohagyj meg! Én remélem, hogy összetöri. Reméljük összetöri. Amúgy nem billeg. Tehát mondjuk a junk fogor után semmi nem billeg, te hülye vagy. Sehol le a kormányba! Nem tudom, csak nem tud kapaszkodni. Nem szar. Szerintem kurva jó. Megcsodálod erre remek szerkezetet? Most. Csak kíváncsiságot. Azért. Nézd meg, ezt összetákimákiztuk. Tök jó, nem? Olyan áll lesz van benne, úgy durog, mint a kurva anyja. Az áll lesz az ultrán sikerült. A kipufogó akusztikája. Azt mondja az Emil, lehet, hogy ezzel a szűkítővel. Aha. Nagyon kakas lett. Egyébként azért van ilyen jó hangja, mert aládurrod. Ma csütörtök van, holnap leveszem a kupongot, hétfő reggel szabik, és akkor folyt köv gyakorlatilag. Ja, meg az üzemanyag pumpát kicseréljük benne. Szóval összességében egyébként nekem tetszik, mert... Amúgy a futómű is egész jó volt. Nem gáz, abszolút. Az eleje. És hát ugye meg... De ez nagyon fog ám tolni, ez rettenetesen fog tapadni. Uh-huh. Nagyon durva gumikat kell rátenni. Pedig még a kotyogós gömbfej is van benne, meg minden szar. Ja, és meg sincs húzdarás, sincs kontrázva. Sejtettem. Pici kormányszöget kap az új kerékkel, és nagyjából ennyi. Igazából, ha úgy lenne időm jövő héten, ahogy nincs, ja, akkor ezt kényelmesen be tudnánk fejezni szerintem. Jövő héten jövünk vissza egy... Jövő hét után. ...frissített kuplunggal és egy kicserélt üzemanyagpumpával, így már most egy váron 280 bhp. Hát meg 350 newton. És hát nagyjából érzem is, hogy van benne power, igen, tehát nem annyira lusta. Dezsőféle Takimaki turbo úgy néz ki, hogy működik. Az ő legnagyobb meglepetésére. Az jó volt, lenyúlt a végén, azt mondja, még egyben vannak a lapátok, illetve ugyanolyan szar, mint volt. Két hét múlva. Vagy valamikor. Ja. Cső. Cső.